Magyar Összefogás jelöltjei lesznek többségben a Magyar Nemzeti Tanácsban a jövőben. Megjelent Topolya község ösztöndíj pályázata egyetemisták részére. Hamarosan elkészülhet a mezőgazdasági iskola melletti diákotthon. Néhány fokot hűl a levegő, de az elkövetkező napokban is az évszakhoz képest meleg időre lehet számítani. Köszöntöm a kedves nézőket, önök november 6-ai híradónkat látják. A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsban a következő 4 évben is a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás nevű lista képviselői lesznek többségben a kisebbségi nemzeti önkormányzati választások nem hivatalos végeredménye alapján. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján kiemelte, a Magyar Összefogás áttörő nagy siker ért el. Becslése szerint a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban 30 képviselője lesz a következő 4 évben. Hajnal Jenő, az MNT eddigi és valószínűleg jövőbeni elnöke úgy nyilatkozott, a választási eredmény lehetőséget biztosít arra, hogy mindazt, amit az utóbbi 4 évben elkezdtek, folytatni tudják, és még magasabb szintre emeljék. A VMS becslése szerint a voksoláson a külön választói névjegyzékre feliratkozott vajdasági magyarok körülbelül 36%-a vett részt. 2010-ben a magyar nemzeti közösség 55,4%-a járult az urnák elé, 2014-ben pedig 40,6%-a. Ebben az iskola évben is meghirdette ösztöndíjpályázatát Topolya önkormányzata azoknak a felsőfokú tanulmányaikat folytató szerbiai állampolgárságú hallgatóknak, akiknek a község területén legalább 2 éve bejelentett lakcíme van. A pályázat azokhoz a Szerbia területén államilag elismert vagy külföldi, nemzetközileg is jegyzett karok hallgatóinak szól, akik 2.-tól 6. évfolyamon tanulnak bolonyai rendszerű alapképzésen. Emellett az idén is fokozottan támogatják a hiány szakmáknak számító szakok diákjait rögtön az első évfolyamtól kezdődően. Az idén az általános orvosi, az okleveles villamosmérnöki és az okleveles gépészmérnöki szakok számítanak hiány szakmáknak. A hallgatók ezúttal 12.500 dinárt kapnak majd havonta. Az ő esetükben egyébként az átlag eredményt nem veszik figyelembe, a többi ösztöndíjas esetében a 8-as átlag, illetve a magyarországi egyetemisták esetében a 4-es átlag számít alapfeltételnek még. Tavaly közel 100-an részesültek ösztöndíjban, 9-en nem tettek eleget a feltételeknek a pályázók közül. Idén a jelentkezési határidő november 16-a. A tartományi kormány 25 millió dinárt hagyott jóvá a mezőgazdasági iskola melletti diákotthon épületének a befejezésére. Ezt Kislinder Gábor községi elnök jelentette be, aki elmondta azt is, hogy az önkormányzat már korábban előirányzott 50 milliót a költségvetésben erre a célra. A munkálatok kivitelezőjét versenypályázaton fogják kiválasztani, melyet a tartományi támogatásra vonatkozó szerződés aláírását követően még ebben az évben ki is írnak majd. Ezt követően az épület a tervek szerint a következő tanévre már beköltözhető lesz. A diák otthon építését is be fogjuk fejezni. Öröm számomra a hír, a költségvetésben jelöltünk 50 milliót, nem tudtuk írni a közbeszerzést azért, mert hiányzott 75 millió, kell még befektetni. Jó hír az, hogy tegnap a kormány ülésén a tartományi kormány jóvá hagyta azt a különbözetet, ami 25 millió, és én azt gondolom, hogy a napokban elkészülnek a dokumentumok, kiírjuk a pályázatot, és ha minden igaz lesz, akkor új év környékén már azt a lévén, hogy zárt épületről van, tehát ez tél folyamán is lehet készíteni. Mindenképpen azt gondolom, hogy az épületet a jövő év, úgymond a iskola kezdetéig mindenképpen szeretnénk befejezni, és akkor ugyanakkor el lehet mondani azt is, hogy valamelyik nap a két híd közül az egyik, az Ina híd építése, ott is az eszközöket biztosítottuk, kifizettük az eszközöket, azt a részt, ami az önkormányzatot illeti, át is utaltuk az eszközöket, napokban elkezdi a nyertes építeni azt a hidat, és a következő híd
az pedig a folytatásként a Bajsai híd, Pannónia-Bajsa között, vagy Bajsa-Pannónia között, arra is az eszközök kivannak, az ütem attól függ, hogy fejeződik a Topolyai híd. Elkezdjük, lehet, hogy észszerű volna azt nem január-februárban, amikor nem lehet dolgozni, és egy bontott állapotban csak problémát tehet. Én azt gondolom, hogy a szezon kezdetén valamikor, már ha jó idő lesz márciusban, az a híd is elkészül, az öntvény az készül, gyárilag ugye, és utána ez pedig az összerakás, az már nem kellene egy hosszú időt. Mi mindenképpen arra kértük a kivitelezőt, hogy úgy ütemezze a dolgokat, hogy mire a mezőgazdasági szezon elkezdődik valamikor a tavasz folyamán, akkor próbáljuk azt összerakni, hogy mentőkeveset gondot okozunk a polgároknak. Új játszótéri elemek érkeztek a Topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény Zentai úti óvodájába. A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével, a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében adják át Vajdaság szerte az új játszótéri elemeket. Zentai úti óvodában összesen 101 gyermek jár, 4 csoport van itt, 3 egésznapos ellátás, illetve 1 félnapos ellátás. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek 5:30-tól 4:30-ig tartózkodnak itt ebbe az épületbe, valamint ugye akik előbb hazamennek, azok délbe mennek, azok a gyerekek. Nagyon megörültünk, mikor megkaptuk a hírt, hogy kapunk egy új játszóteret. Ez a játszótér nagyon biztonságos, illetve olyan anyagokból készült, amelyek a gyerekek számára tehát biztonságot jelent. Az Zentai úti óvodában a játszótér az úgy van kialakítva, hogy a 2 részre van választva, tehát az egyik részben azok a gyerekek vannak, akik egyévesek, tehát, illetve a másik nagyobbik részben pedig a nagyobb gyermekek játszanak. A kisebb, a bölcsisek számára a játszótér kapott most 2 ilyen kis faházikót, illetve babahinta fog ide elhelyezésre kerülni. A nagyobb játszótérre pedig egy 2 toronyból álló játszótéri element kerül elhelyezésre, hintákkal, csúszdával, fészekhintával, lesz még libérkóka is, és a gyerekek nagyon várják már, hogy majd kipróbálják ezt az új játszóteret. Először is a Zenta Gunorasi óvoda kapta meg a játszóteret, az új játszóteret, utána a Bajsai óvodánk kapta meg, valamint a Bácskos útfalvi óvodánk kapott ilyen szép játszóteret. Azután a központi épületünkben, Topolyán is elhelyezésre került egy ilyen játszótér, és várjuk még a Gunorasi óvodába, hogy majd elhelyezzük ezt a szép játszóteret. A Pacséri helyi közösség tanástermében fogadták azt a 15 újszülöttet, akik idén április óta születtek ebben a faluban. A csecsemőket és szüleiket Szabolcski Szabolcs, a helyi közösség tanácselnöke, Nagy Otto, a végrehajtóbizottság elnöke és Nagy Noémi fogadta, és átadták figyelmességük jeleként a babaápolási cikkekből, pelenkából és mosóporból álló ajándékcsomagokat. Idén Pacséron eddig 22 újszülött látta meg a napvilágot, a helyi közösség pedig már 10 éves hagyománya van az újszülöttek fogadásának. Az idén májusban már 14 csöpséget vendégül láttak, akik a tavalyi év augusztusától májusig születtek. Mint elhangzott a rendezvényen, az idei év végéig várhatóan még 4 kismama ad majd életet gyermekének. Az Amerikai Egyesült Államok beli Alabamából érkezett küldöttség a Bácskosútfalvi Otthon értelmi fogyatékosokat gondozó intézetbe a közelmúltban a Baptista Missziós Központ közvetítésével. A vendégek közel 500 000 dinár értékben vásárolt takaró adományt nyújtottak át az intézménynek. A Missziós Központ több mint 10 éve tart fenn állandó kapcsolatot a Bácskosútfalvi Otthonnal és igyekszik az intézmény szükségleteiben segíteni. Kezet nyújtani. A kapcsolatrendszerének köszönhetően az USA-ból és Nyugat-Európából érkező jótékonykodók által. November 14-e és 23-a között Önnek mennyit ér címmel leírt könyvek vásárát tartják a Juhász Erzsébet könyvtárban. Az érdeklődőket munkanapokon 8 és 17 óra között várják tehát a könyvtárban. November 29-én csütörtökön 19 órától a Topolyai moziban is bemutatják az X a rendszerből törölve című filmet. A belépő 250 dinár és elővételben a jegyek már is kaphatóak a művelődési házban. A film egyébként 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése alapján a hálózaton esedékes javítási munkálatok miatt november 7-én szerdán 9-től 13 óráig áramszünet várható Topolyán, a Tito Marshall utca páratlan oldalán, az Májovina utcától az autóbuszállomásig tartó szakaszon. Ugyanezen a napon 9-től 13 óra 30 percig Tornyos egész területén áramkimaradásra kell számítani. 4-1-es nagyarányú győzelmet aratott hazai pályán a TSC a Dobanovaci Buducnost ellen a szerb első liga 15. fordulójában vasárnap. A TSC a liga táblázatán 27 ponttal most 5. Ezzel valójában véget is ért a bajnokság első része, hiszen mindenki mindenkivel játszott már. A következő fordulóban valójában már a visszavágókat játszák, csapatunk ellenfele hazai pályán a fővárosi Szingyelics a mérkőzést szombaton 13 órától játszák az Entai Városi Stadionban. Szép győzelem, 4-1, meg vagyok elégedve, habár volt a másik fél időben egy 15 perc, amikor kicsit gyöngében játszottunk, amikor bekaptuk a gólt is, de mikor megnézem azt, hogy az volt a harmadik mérkőzésünk a 9 nap alatt, meg vagyok elégedve, és egy jó csapatot nyertünk, habár ők nem úgy állnak a tabellán, ahogy az ő minőségük mutassa, de tényleg egy jó csapat ellen nyertünk, és örülök ennek a győzelemnek nagyon. Kao što ste rekli, dao sam go, nastavljam seriju pogodaka i idemo dalje, čekamo u kući Sinđeli i uzmemo i 3 boda. Nije bila zaustavljena igra i sada Mili Čunić, Filip se nije učinio, zato nije su nas ukazani. Da se tira pokušao je međutim tijedje odradio svoj zadatak kako je Vidić koga je onda pogodila sila zirača ostao evo udarca evo nekako izbacio Simica golin je tamo loptu brane se Đura Dobrijović kače dobro pa je ovo Emerom Simeka koji je ušao izbrati Šarko u posljednji točku minuta i najavio da je Vladisavljević sada desnom nogom do Đorđevića, odličan uvijek.
Híradónk végén az időjárásról. Szerdán a párás ködös reggelt követően folytatódik az átlagosnál melegebb, csapadékmentes időjárás, több-kevesebb felhő azért lesz majd felettünk, a délkeleti szél pedig helyenként megélénkül. A legmelegebb órákban 15 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk. Csütörtökön reggel is lesznek majd párás, illetve ködös tájak, több felhő is lehet az égen, elszórtan fordulhat elő azonban csak egy-egy kisebb zápor. Nem lesz jelentős a légmozgás, napközben pedig 14 és 18 fok közötti értékekre van kilátás, és pénteken is a csütörtökihez hasonló időjárásra számíthatnak. Kedves nézőink, Önök november 6-ai híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánok Önöknek, a viszontlátásra!